Hello nézők! Ezúttal ismét egy faszakis boomer shooter került terítékre, amelyet talán sokan ismerhettek, annó például Radeon videókártyákhoz adták, mint ajándék teljes játékot. Ez a csoda nem más, mint Szikla Vilmos kalandjai, azaz a Vilrock. A játékot 2003-ban adta ki a Ubisoft, te jó ég, totál elfelejtettem ezt a régi Ubis intrót. Öregszem. A fejlesztő egy bizonyos Saber Interactive, az orosz cégnek ez volt a legelső játéka, ezt követően pedig többek között olyan játékok miatt lettek ismertek, mint a talán egyik legelső időmanipulálós FPS a Timeshift, az Offroad Simulator Spin Tires Mudrunner, a Max Brooks zseniális könyvéből készült borzalmas film játékadaptációja a World War Z, de például a Killing Floor 2 későbbi fejlesztésébe is becsatlakoztak. Nos igen, a Twisted Sister-től az I Wanna Rock a játék hivatalos főcímdala, ami tök fasza, bárha már Will Rock, akkor a Queen-től a We Will Rock You talán jobban passzolt volna. Na de a menü maga egész csinos, a tetején békésen kérődzik egy kedves kis küklopsz. A háromféle nehézségi fok egész ötletesen Willy nyer, Willy játszik és Willy meghal néven fut, mert a szokásos normál. A történetet képregényszerű átvezet... már megint... Emberek, ez zsinórban a harmadik játék, ahol ugyanúgy képregényszerűek az átvezetők, esküszöm nem direkt csinálom. Szóval a történet az ókorban kezdődik, amikor is a gaz római birodalom elpicsázta az addigi nagymenő görögöket, az isteneiket Zeusszal az élen egy titkos olimposzi templomba börtönözték be, s Masternek pedig a titán Prométheuszt bízták meg, úgy is mondhatnám, hogy kényszerítették, ugyebár ő az a titán, aki illegál módon elvitte a tüzet az embereknek, szóval ő és az istenek nem nagyon kedvelték egymást. Vissza a jelenkorba, van egy titkos extremista terrorista csoport, az Olympus felszabadító hadsereg, röviden ORE, akik ki akarják szabadítani a bebörtönzött isteneket. A sztorihoz itt kapcsolódik be hősünk William Rockwell, haveroknak csak Will Rock, aki egy tudóssal és annak lányával elmegy görögbe, ahol egy újonnan feltárt ősi templomot akarnak tanulmányozni. Rövidesen rájönnek a dolog és a templom ajtajának nyitjára, de ekkor jelenik meg az ORE, a templom kinyitását követelve, természetesen lány elrabolva, öreg tudós, Prométheusz szobor szétlőve, és a belőle kiszálló titán kooperációba lép hősünkkel, konkrétan belé költözik, és mivel a bőriből szabaduló istenek bosszút esküdtek az emberiség ellen, úgy dönt kettő az egyben szupercsapatunk, hogy jobb megelőzni a bajt, és konkrétan az istenek elpusztítására per a csajszi megmentésére kerekednek fel. Jó reggelt istenek, tegnap kicsit megkésve, de ott voltunk, szétáztunk, de mikor láttunk benneteket az egész csapatot a fáklyákkal a színpadon, csak összenéztünk a barátaimmal és szinte egyszerre annyit mondtunk, ez bizony megérte. Nos, akkor kezdjük a legfontosabb dolgokkal. A Vilrock azon kevés FPS-ek közé tartozik, ahol a főösnek igenis van lába. Bár sokat nem fogjuk nézni, az is tény. A másik fontos dolog, igen, le lehet lőni a madarakat. Konkrétan le is kell, mert ők az egyik legidegesítőbb ellenfélfajta. Játékmenetet tekintve leginkább a Sirius szemhez áll közel a Vilrock. Nagyon sokan a szegény ember Sirius szemjének hívták már akkor is, de ezzel az állítással majd az értékelőben szállok csak vitába. A lényeg nagyon egyszerű, adott arénákba belépve végezni kell mindenkivel, majd menni tovább. A továbbításhoz van, hogy vázába rejtett kulcsot kell megtalálni, kapcsolókat aktiválni, nem kicsit vicces módon kell magunkat egy katapult segítségével átrepíteni falakon, vagy éppen faltörőkos vagy orisáj trójai falu a továbbítás módja. Na de mi a helyzet az arénákban, aréna partokon, amikor folyik az öldöklés? Nos, őszintén szólva, fergetegesen jó az egész. A játék nagyon szép, mondhatni kellemes tempóban durvul, ez igaz egyébként mind a fegyvere arszenálunk bővülésére, mind az ellenfelek szám és minőségbeli növekedésére is. Eleinte még kedves kis ásonkkal verhetünk be koponyákat, és egy öröklőszerrel bíró pisztoly is mindig nálunk lesz, ez utóbbi meglepően hatékony amúgy. Elég hamar megszerezhetjük a fasz a lever action shotgunt is, amiben ugyancsak 5 töltény fér, de szerencsére az erősen kamuszagú újratöltés abszolút nem zavaró. Ezzel a shotgunnal középtávolra is hatékonyak vagyunk, és borzalmasan sok lőszer van elszorva hozzá. Mellette a játék talán leggyakrabban használt fegyvere a Luis géppuska, amit meglepő módon nem kell újra tölteni, de pumpálja magából az olmot rendesen. Van egy tűzlabdavetőnk is, ami csak egy cifra elnevezése a hétköznapi rakétavetőnek, ez elég lassan lő, de nagy területen pusztít, ha becsapódik. A játék vége felé találunk gránátokat is, amik jól néznek ki és szintén hatékonyak, de mivel nem külön gombbal kell őket eldobni, így használatuk egy kicsit körülményesebb, és ekkor már lesznek jóval ütősebb fegyvereink amúgy is.
ugyanis ami számomra a Virrockot élvezetessé és egyszer mind emlékezetessé tette, azok a különleges fegyverek. Kezdeném talán a minigunnal, amit sajnos időnként újra kell tölteni, és a cső felpörgetése korán sem olyan, mint a Sirius Sam-béli változatnál, de nagyon vadul néz ki, és mintha egy távolra is hatékony shotgunnal lenne a dolgunk. Nehéz leírni pontosan, próbáljátok ki és meglátjátok, mire gondolok. A mesterlövés számszeréjjel beléptünk a klasszikus Virrock fegyver arzenába. A távcsöve segítségével távolról is leszedhetjük a kilométerekről is halálpontosan célzó pánokat és gladiátorokat, bár szerencsére távcső nélkül is tökéletesen pontos jószág ez. Az, hogy a nyilvesszők az ellenfele 90%-át egy találattal felgyújtják, már csak haba tortán. Ilyenkor még tudnak ugyan támadni a szörnyek, de elég hamar a szemünk láttára égnek szénné és esnek darabokra. És ha már darabokra esés, medúzagán. Konkrétan kővé válnak az eltalált ellenfelek. Ha sikerül a pácienseket egy vonalba felsorakoztatni, akkor akár egy lövéssel kedves kis szoborcsoportot alkothatunk, mindaddig a 3 másodpercig, amíg szét nem hullanak. Zseniális. De ez még semmi, itt a savas puska, hát csak nézzétek. Ez valami hihetetlen kurva jó, emberek. Kevés játék gyújt ehhez hasonló élményt. Ja, és majdnem kifelejtettem a játék utolsó fegyverét, a helyi BFG-t, az Atomic Gun-t, ami mini atomrakétákat lő ki, amelyek szó szerint megolvasztják az ellenfeleket. Áj, imádom. Az ellenfelek, akiket ilyen változatos módon tehetünk el lábalól, sajnos már nem annyira kiemelkedőek. Vannak itt görög katonák, élő és csontváz formában is. A már látott íjászkodó pánok, a Siriusen bikáj helyett itt vágtázó kentaurok vannak, éroszok, akik a római kupidók görög megfelelői, életre kelt szobrok, például Atlas vagy a diszkoszvető, akik néha elmásznak a helyükről és távolról is képesek támadni, orisáj tigrisek, oroszlánok, krokodilok, és ezek a repkedő, tűzdobáló, retkes madarak. Na és persze a játék ikonikus és egyben második legirritálóbb ellenfele a Minotaurus. Benne az a jó, hogy hagyományos fegyverekkel megölve a cafatokból két kisebb Minotaurus élet fel, szerencsére ők már nem osztódnak tovább. Ellenük kiváló a savas puska, a medúzagán vagy a számszeri, a lényeg, hogy ne essenek darabokra. A legzavaróbb kis rohadék ellenfél pedig a robbanó patkány. Igen, a Siriusen üvöltő kamikázei helyett itt égőfarkú, vadul cincogó, spontán berobbanó óriás patkányok vannak. A játékban mindössze egyébként csak 10 pálya van, a fő ellenfelek tartózkodási helyei által 4 nagyobb területre felosztva. Első bosszunk a menüben már látott kedves kis Kyklops. Aztán jön a Sánta Kovács Isten Hephaistos, utána a Medúza, és végül Big Daddy Zeus. Hello? Normál fokozaton a játék megfelelő kihívást nyújt, viszont a fő ellenfelek, hát... Nos, az van, hogy van a játékban egy power-up rendszer, a pályákon elszórva és főleg titkos helyeken találunk kincseket, amiket az elég ritkásan elhelyezett oltáraknál tudunk beváltani. 3 dolgot vehetünk, sebezhetetlenséget, extra sebzést, illetve időlassítást. Mindegyik 30 másodpercig tart, és szerencsére külön-külön is aktiválhatjuk őket, nem úgy, mint a Painkillerben, ugyebár... Nos, a sebezhetetlenséget és extra sebzést egyszerre aktiválva, konkrétan egy helyben állva fél perc alatt végezhetünk a fő ellenfelekkel. Zeusszal pont nem, de róla mindjárt, szóval, ja, abszolút nulla kihívás. Az időlassítás pedig jól hangzik, viszont ennek az a fatális problémája, hogy nem csak az idő lassul le, hanem a játékos is, tehát ez ugyan politikailag korrekt hozzáállás, de előnyük nem sok származik belőle. Emlékszem, régen is mindig a slow motion újratöltésekben gyönyörködtem, mert azok tényleg csinosak. Mint mondtam, ezek az oltárok eléggé ritkásan fordulnak elő, és egyszerre mindig csak egy töltet lehet nálunk egyfajta power-upból, tehát én mindig fő ellenfelekre tartogattam ezeket,
vagy olyan helyzetekre, mikor alig pár HP-n marad csak csata közben. Egy-két hely van csak, ahol harc közben is használhatjuk az oltárt, de ez elég komikus módon lett megoldva, úgyhogy szerintem hagyjuk is. Említettem Zeus papát, hogy ő azért nem fekszik meg olyan könnyen, és itt most elég enyhén fogalmaztam. A korábbi főellenfél csatákhoz hozzászokott jó magam, kissé bátran rohantam előre, power-upok bekapcsol, minigun felpörget, és hát csak nem lesz elég ez a 30 másodperc hozzá. Utána ő is rákapcsolt, és Icon of Sin módjára szó szerint köpködte magából ki az ellenfeleket, és ezek mellé konkrétan hitscanner villámokkal szór meg, amiből nagyjából 2-3 találat és pafó. Mi a kurva rohadt pika? Az egyetlen élhető taktika ellene az volt, hogy egy oszlop mögé beállt, amikor villámokat szórt, ilyenkor még az sem volt zavaró, mikor a mennyezet repedezett, és aztán rám is szakadt a tető. Az outro egyébként megfelelően bizarr, de szerencsére itt nem a történet miatt játszik az ember a játékkal. Induljon a fal! Emma was all tied up. I have to admit, she was quite the sacrifice. As I untied her and lowered her into my arms, I felt that inner spirit come to life again. Will, you have defeated the gods and have freed me from the curse of Zeus. The symbol on your hand is a mark of greatness. I will be with you always. The next thing I knew, I was back in my bed in Chicago. Was I hungover? Did I just dream this whole thing? Oh, Will. Last night. Nope. It was definitely real. A tény, hogy a játékban csak 10 pálya van, megpróbálták azzal kompenzálni, hogy az egyes pályák baromi hosszúak, még a legtöbb Siriusen pályán is túltesznek. Minden pálya további kis szekciókból áll, amik lehetnek méretes kültéri helyszínek, szűkösebb mondhatni városi részek, illetve föld alatti dungeonök, katakombák. Na de nem kertelek tovább, a helyszínek egy része mocsokmód hangulatos, komolyan felvétel közben sokszor volt úgy, hogy lelassítottam, mert meglepődtem, hogy milyen gyönyörű az egész. Lemenő nap egy Kolosseumnál, egy baromi magas épület tetején párkányon sétálás, a kamikáze patkányok rohannak le a hegyek között, a görög alvilág Tartarosz láva folyamai és óriási barlangjai, egy hatalmas George Carlin emlékmű, gyönyörű templomok, oszlopcsarnokok, tükröződő padló, minden szép díszítéssel, abszolút pazar. Nem is csoda, hiszen saját bevallásuk szerint a fejlesztők ókori építészettel foglalkozó szakértőket szerződtettek a helyszínek kialakításához. A legelső pálya eleje például a jordániai Al-Khazne templom alapján készült el, egyes belső helyszíneken pedig eredeti, bár igazából római freskókat láthatunk. Ez a dolgok egyik fele, a másik pedig az, hogy egyes pályák, helyszínek szinte már pofátlanul sterilek és egyszerűek. Ez igaz a legtöbb dungeonre, a kisé úgymond semmilyen belső udvarokra, a legbénább talán a Hephaistum, ez a szűkös, unalmas, elég sok alagutat tartalmazó pálya. Elég sok Ctrl-C, Ctrl-V módon újra használt épület és szakasz is van sajnos, például ha belépsz egy toronyba, akkor az minden egyes esetben ugyanolyan felépítésű lesz. A katakombák is talán túl sokszor szerepelnek, mikor megláttam már ezt a vörös téglatextúrát, tudtam, hogy most egy jó ideig a föld alatt leszek. Főleg ezekben a katakombákban találkozunk csapdákkal is, és a Siriusenhez képest jóval több platformer résszel is. Ugyanúgy vannak ugratók, amelyek néha tényleg hajmeresztő magasságba vagy távolságba képesek elrepíteni, de vannak ilyen mozgó platformos részek is. Nem is lenne ezekkel semmi gond egyébként, a karakterünk amúgy is egy kicsit irreálisan ugrik, nem hinnéd, hogy fel tud ugrani valahová, de valójában mégis. Nehéz ezt is elmagyarázni, majd játék közben rájöttök. Ami viszont ebből a játékból hiányzott, és a platform részek tudatában jó lett volna, az a Siriusenben is látott külső kameranézet. Nem teljesen szükséges, de jóval megkönnyített volna pár részt.
A játék zenéjéről is muszáj vagyok még egy kicsit beszélni. Az kétségtelen tény, hogy a játék demójában hallott betétdal mindörökre vissza fog repíteni engem 2003-ba, amikor a legelső 3D kártya számítógépemet megkaptam, megvettem. Az alvilági részhez tökéletesen passzol a klasszikus In the Hall of the Mountain King. Ezeken kívül úgy vettem észre, hogy a játék nem nagyon vette magát komolyan zeneileg, de nekem ettől függetlenül bejött. Városi harc görög mitikus lényekkel, miközben jó kis funky megy a háttérben. Vagy mit szóltok például a görög buzukival megbolondított breakbeathez? Nem erre gondoltam. Még egyszer, próbáljuk újra. A játék csalókúdjai között böngészve találtam egy említésre méltót, mégpedig az Alt és 1-es gomb együttes lenyomásával lefagynak az ellenfelek, ilyen módon lehetőség adódik közelebbről is megcsodálni a néha elég ocsmány textúra munkát, illetve nyugodtabb körülmények között tudjátok a különleges fegyverek hatásait megfigyelni. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Ez a pánt pedig nagyon hasonlított valakire, de nem tudom, hogy kire. Elsőre Majkát mondtam volna, de sajnos nem. Érdekesség, hogy a játék mappájában található még egy kis interaktív guide egy bizonyos blackboxguys.com jó voltából. Róluk többet sajnos nem találtam, és annak idején sem találkoztam más játéknál velük, és a benne lévő kérdőív alapján arra tudok csak gondolni, hogy ez egy egyszeri kísérleti jellegű alkalom volt csak. Az egész egy flash program végeredményben, ahol találtunk rövid leírást a játékban szereplő fegyverekről, ellenfelekről, illetve egy már-már túlságosan is részletes leírást a pályákról. Megtekinthetjük a pályát szekciókra lebontva, és egy végigjátszást is találunk, ami, most kapaszkodjatok, még narrációt is kapott. You'll then begin to encounter cyclopses. Keep in mind that these cyclopses are a lot faster than their predecessors when it comes to spitting flames. But it only takes two shots of the acid gun to fell them. Hihetetlen. Mondjuk azért vannak érdekes megnyilvánulásai a narrátor hölgynek, főleg az utolsó pályán. When you enter this area, don't begin firing until you reach this point. You won't be able to damage Zeus beforehand, so there's no reason to waste ammo and power-ups. You'll certainly need them. But be careful not to turn your back on Zeus. Legend has it he's incredibly horny. Okay, a guide az elején megkérdezi, hogy elmúltál már 13 éves, de azért na. De és ez meg az egész végére? No! I suppose you've earned the girl. My last bit of advice. Wait until the next morning to mention, by the way, baby, your father died. Ez a végigjátszás egyébként hasznos lehet annak, aki szeretné megtalálni a titkos helyeket, illetve extra felszerethető dolgokat. Összességében marha jó ez a kis program, és maga a kezdeményezés is kiváló, azonban őszintén szólva egy ilyen V-Rock-féle klasszikus lineáris shooterhez egy icipicit azért talán túlzás egy ilyen részletességű guide, túl sokáig elakadni benne senki nem fog szerintem, legalábbis remélem. Aki modern operációs rendszeren szeretné kipróbálni a V-Rockot, annak szerencséje van. Nekem egyedül a megfelelő 1.2-es patchet kellett feltenni hozzá, és onnantól widescreen felbontásban is indul a görög aludni.
A játék alatt a saját fejlesztésű Saber 3D Engine dolgozik, és alapvetően nem egy béna motorról beszélünk. A modellek igencsak jól néznek ki, az animációk is szépek, főképp a fegyverek is, újratöltésük nagyon baba, és végre látni a karakterünk lábát. Ráadásul a részletesség véget, a fegyverek eldobott üres tárai is megmaradnak a földön egy darabig. Sajnos a textúráknál már nem sikerült hozni ezt a szintet, távolról ugyan okésak, de az ellenfeleket közelről szemlélve valami nagyon bizarr egyes helyeken ocsmány textúra munkát figyelhetünk meg. Illetve nyilván láttátok a zseniálisan ronda véreffektet, ami a fegyvereken és főhősünk kezén jelenik meg néha. Tudom, a szándéka fontos, de ez most nagyon nem lett szép. Szerencsére ez csak a karakterekre igaz, a helyszínek és a környezet átlagban szintén nagyon fasza, van jó pár piszok hangulatos játéktér, amit a helyenkénti lens flare effektus még inkább feljavít, azonban amennyi tetszetős és hangulatos helyszínnel találkozunk, sajnos legalább annyi szürkébb, sterilebb és főként ismétlődő rész van, gondolok itt a föld alatti járatokra, a Hephaistum pályára és a többi. Összességében nem rossz, de a virrakot két évvel megelőző Seriusen például jóval szebben teljesített. Klasszikus FPS-ként hál' Istennek a virrak kellemesen irányítható, a gombokra jól reagált, az egyetlen zavaró tényező talán egyben a játék előnye is, az ugrás minősége. Karakterünk nem ugrik különösebben magasabbra, de valamiért egy adott peremet elérve automatikusan a perem felé klippel és hirtelen a perem felett találjuk magunkat. Ez egész jó dolog a platformos részeknél, viszont felugrás után sokszor csúszkált a karakter, ami miatt én is bemozdítottam és így estem le végül. Szokható, de ott és akkor irritáló. Ez a játék nem vonul be a legjobb szinkron színészeket felvonultató játékok közé, bár a sztori nem is annyira szerves része a játéknak, szóval ez még elnézhető. Nagyjából amúgy is csak főhősünket és Prometheus hangját hallhatjuk, előbbi harc közben dobál B-filmes egysorosokat, utóbbi pedig leginkább az oltároknál szólal meg, vagy ha éppen nem egyértelmű, hogy a trójai falu által kell tovább haladni. Az ellenfelek hangjai kifejezetten tetszettek, már hangalapján fel lehet ismerni, hogy mi vár ránk a sarkon túl, a kamikáze patkányok cincognak, a csontvázak folyamatosan azt nyugik, hogy hej, hej. Vagy a minotauruszok miután rájuk lőttünk a savpuskával, felfújódás közben mint egy Luffy nyekeregnek, vagy diszkrét pukkanással exitálnak. A többi fegyverhang is pazar, főleg a minigun, vagy a sav, vagy a medúzagán hangjai tetszettek. A zene is rendben van, bár nincs túl sok belőlük, és mint mondtam, talán nem annyira vette magát komolyan a játék zeneileg, de ami van, az tényleg korrekt. Nagyon remélem, hogy a videóból eddigre már átjött, hogy a virrakbéli csaták többsége kegyetlen pörgős és hangulatos. Mint mondtam, a játéknak kell egy-két kezdő pálya, hogy beinduljon, de amint megkapjuk a jobbnál jobb csúzlikat, onnantól hihetetlenül megdobja a hangulatot, amikor tőlünk jobbra-balra pukkannak szét, vagy omlanak porrá az ellenfelek. Van egy pár különleges ellenfél, akiket érdemesebb egy adott módszerrel kivégezni, de itt nincs annyira jelen a Serious szemben, vagy akár a Doomban megszokott dolog, hogy adott ellenfelek ellen van egy fegyver, ami kiváló, a többi pedig annyira nem. Emiatt talán még kevesebbet kell úgymond gondolkozni csata közben, de ez nem feltétlen probléma. Normál fokozaton a játék kb. Megfelelő kihívást nyújt, még a játék vége felé a király fegyverek ellenére sem éreztem magamat teljesen biztonságban, kivéve ironikus módon a fő ellenfél harcoknál. Valóban az utolsó boss leszámítva nevetségesen könnyű volt mindegyik, a power-up rendszer teljesen a mi javunkra billenti az esélyeket. Kár, hogy az egész az oltárakhoz van kötve, vagy hogy nem lett nálunk egyszerre több töltet, így nem éreztem annyira kihasználhatónak. Amennyire jó és pörgős az akció, egyes helyeken mégis inkább lelassult a játékmenet, és ez nem annyira kapcsolókeresgélésnek, sokkal inkább a platformer per ügyesség részeknek köszönhető. Abszolút nem rossz, hogyha van ilyen, láss Serious Sam, de itt talán egy picit túlzásba estek a fejlesztők, főleg úgy, hogy az ugrálás megkönnyítendő külső kameranézetet nem tettek lehetővé. A 10 pálya elsőre kevésnek hangzik, de gyakorlatban mindegyik pálya elmenne 2-3 normál hosszúságú pályának is, úgyhogy szerintem a játék hosszával minden rendben van. Viszont sajna titkos helyek ide vagy oda, újrajátszani senki nem fogja egyhamar, mert konkrétan nincs miért. A videó elején említettem, hogy nagyon sokan úgy csúfolták a VR-okot, mint a szegény ember Serious szeme, ez valahogy indirekt módon azt is mondja, hogy Samu minden esetben jobb. Na ezzel most vitába szállnék, szubjektív módon természetesen. Annak ellenére, hogy átlagban többször játszottam végig a Serious szem játékokat, számomra a VR-ok mégis emlékezetesebb és élvezhetőbb maradt. Nem tagadom, ennek legfőbb oka a brutálisan jó fegyverválaszték, és a Serious szemnél lényegesen úgymond könnyebb játékmenet. A Serious szemnél a játék felénél kb. Már megvolt minden fegyver, és az ellenfelek nagy részével már szintén találkoztunk, és baromi monoton volt kispillió klircsontvázat szétlőni ugyanazzal a módszerrel. A VR-ok ennél egy kicsit rövidebb, kompaktabb, de annál inkább izgalmasabb volt számomra.
Akárki akármit mond, a V-Rock nálam egy örök klasszikus, aki pedig még nem próbált, aki mindenképp tegyen vele egy próbát, mert legjobb pillanataiban tényleg olyat nyújt, amit kevés másik játék. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!